Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi előrejelzés, egy napi asztrológia az indiai számítás szerint. A videó alatt ott van egy tabella, ahol megnézheted azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint. És én indítanék a Kós jegyével. A Kós jegyében mozog Uránusz bolygó, és ezáltal lesznek itt változások, meglepetések. Kívülről jön energia Mars bolygótól, tehát valaki közeledik hozzánk, életerőt ad számunkra. Így mondom, hiszen én is a Kós jegyében születtem. Hamarosan lesz egy fontos beszélgetés, egy jó hír vagy egy szerződés, és ez várható a közeljövőben. Ha olyan dolgokról van szó, amit mi eddig igazságtalanságnak láttunk, így éltük át, most jön az igazság, vagy egy bírósági pernél lesznek nyeremények. Ahol még bizonytalanságok vannak, az a párkapcsolat. Kell egy kis türelem, hamarosan rendeződnek itt a dolgok. És most megtekintjük a Bika jegyét. A Bika jegyében mozog Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal egy új életterületre, egy új irányra, tehát itt változások vannak. Lesz egy jó hír, amit a Bika jegye megkap hamarosan. Ha igazságtalanságokról vagy egy bírósági ügyről van szó, itt most nehéz rendezni a dolgokat, vannak nézeteltérések, kihívások. A szerelmi élet területén a Bika jegyénél ott van a szerencse és a biztonság érzete. Az Ikrek jegyében nem mozog bolygó. Viszont van Jupiter hatás, hiszen kívülről Jupiter energiát küld az Ikrek jegyébe. Az szerencsét jelent, vagy egy bírósági ügynél egy jó eredményeket, azon kívül jelenti azt is, hogy megkapod most az igazságot. Ami a párkapcsolatot illeti, ott még bizonytalan vagy. Ugyanúgy, mint ahogy egy hírnél, beszélgetésnél nehéz rendezni a dolgokat, mert másoknak más a véleménye. A Rák jegyében nincs mozgás, viszont jön hatás kívülről, Mars bolygótól, Vénusz bolygótól, és ez utal a párkapcsolatra, a szerelemre. Azon kívül jön hatás Szaturnusz bolygótól, és az kihat a sors utakra. Itt vannak most sorsdöntő változások, valami tükröződik a Rák jegyénél, és lesz egy hold hatás kívülről. Ez utalhat az anyukára, hogy ő keresi a kapcsolatot veled, vagy azt is jelentheti, hogy mások közelednek hozzád, és kimutatják az érzelmeket, hiszen a hold ezt is szimbolizálja. Lesz egy jó hír, ezáltal lesznek változások. És most megtekintjük az oroszlán jegyét. Az oroszlán jegyében nincs most mozgás. Viszont van hatás Jupiter bolygótól és Mars bolygótól. Mars bolygó utal az élet erőre, tehát valaki közeledik hozzád és erőt ad neked. Azon kívül lehet egy férfi is, tehát utalhat a párkapcsolatra, és ez a férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó ugyanúgy, mint Mars bolygó energiát küld az oroszlán jegyének, és ez szerencsét hoz. A szűz jegye. Itt most nincs mozgás, viszont a nap és Merkur bolygó besugározza a szűz jegyét, tehát küld energiát a szűz jegyének.
itt tisztázódik valami, fontos beszélgetések lesznek. Vagy valaki keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, és ez által kiderül az igazság, és láthatóvá tesz valamit. Ami a párkapcsolatot illeti, szerencse van a szűz jegyénél, hiszen itt megvan a stabil párkapcsolat. Lesznek sorsdöntő változások is. A mérleg jegye. A mérleg jegyében most nincs bolygó, nincs mozgás, viszont van hatás kívülről. Szaturnusz bolygó energiát küld a mérleg jegyébe, ugyanúgy, mint Jupiter bolygó. Tehát Jupiter bolygó hatása alatt itt vannak lehetőségek, megkapod az igazságot, meg lesz a szerencse, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy stabilizálódjon valami. Itt rendezni fogod a dolgokat. Ami a kommunikációt illeti, másoknak más a véleménye, tehát nem vagytok egy hangban. És a párkapcsolatot illetően még nagyon bizonytalan vagy. Tehát légy türelmes, amíg rendeződnek a dolgok, ami a szerelmet illeti. Hamarosan lesz itt javulás, és könnyebb lesz a helyzet. A szkorpión jegye. Itt a szkorpión jegyében mozog két ú, a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal az érzelmekre és a múltra. Tehát itt vannak most emlékek. Valamit le kell zárni, vagy elfogadni ezt a szerelmet a múltból. Ami a párkapcsolatot illeti, a szkorpión jegyénél meg lesz a szerencse, hiszen itt most kialakulnak a dolgok. Lesz egy jó hír is. Viszont ha igazságtalanságokról van szó, itt jelenleg még nincs javulás. Tehát itt vannak még kihívások a szkorpión jegyénél. A nyilas jegyében nincs bolygó, nincs külső hatás, nincs jelenleg itt mozgás, viszont ami várható a nyilas jegyénél, hogy javul a helyzet a párkapcsolatot illetően, meg lesz a könnyűség, megkapod az igazságot, lesz szerencse, viszont ami a kommunikációt illeti, itt vannak még nézeteltérések, vagy valaki támad téged, tehát védd magadat. A bak jegyében most nagyon sok a mozgás, hiszen itt van Mars bolygó, Vénusz bolygó, utal a szerelemre, Mars bolygó a férfias energiára, Vénusz bolygó a nőies energiára, itt van a hold, kihat az érzelmekre, azon kívül Szaturnusz bolygó, és Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő változások, most a bak jegyénél. Itt van, itt mozog Plutó bolygó, utal arra, hogy mennyire fontos most ez az életterület, és legyen meg a belső hited, az önbizalmad, tehát erőt adja a belső erőt, azon kívül kihat a szexuális témákra is, hiszen Plutó bolygó uralkodik e felett a téma felett is. Egy jó hír, és az igazság, hogy kiderül az igazság, mindez előnyös most a bak jegyénél. A vízöntő jegye. Itt mozog Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Neptun bolygó az uralkodik az álmok felett, a vágyak felett, a remények felett. Ha megvan a hited, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel ebben, akkor Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet. Amit Neptun bolygó még jelent, az intuíció, az inspiráció, tehát kihat a művészetek területére, vagy egy spirituális útra. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, itt megvannak a lehetőségek. Egy jó hír várható,
és a szerelem területén ott kialakul most valami, meg lesz a biztonság érzete. A halak jegye. A halak jegyében van a nap. Utal a havi témára, de arra is, hogy oda kell figyelni valamire, és itt érzelmekről van szó. Tehát fontos, hogy a pozitív érzelmeket éljük. A reményt, a hitet, az önbizalmat, a szeretetet. És akkor így előre mennek, illetve folyamodnak az események, hiszen a víz eleméről van szó. Itt mozog Merkur bolygó, és az jelenti a cselekvéseket, a tudást, a tanulást, azon kívül a kommunikációt. És itt a víz eleménél érzelmekről van szó, tehát nagyon fontos érzelmekről beszélni, vagy meghallgatni azt, hogy mit közölnek mások veled. És ez volt a felvétel. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!